A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. Ebben a műsorban már nem először fordul elő, hogy Vakler Lajos kollégámmal beszélgetek. Teszem ezt néha azért, mert éppen megjelenik egy filmje, vagy megjelenik egy könyve, de most még ennél is nagyobb dologról van szó, ami miatt elhívtam, hogy beszélgessünk, mégpedig azért, mert a március 15-i ünnepséghez kapcsolódóan Lajos átvehetett Budapesten egy rangos kitüntetést, mégpedig a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést, amihez ezúttal is szívből gratulálok. Köszönöm szépen, szép estét kívánok. Hát nagyon jó, hogy beszélgethetünk erről is, és hát ha már erről beszélgetünk, akkor szerintem egy picit fussunk végig a te életpályádon, mert ilyenkor ez megkívánja, hogy egy picit így az életutad fókuszba kerüljön. Beszélgettünk mi már erről, de szerintem mindig van miért beszélgetnünk. Úgyhogy először is azt mondd el nekem, kérlek, hogy érintett téged ez a rangos kitüntetés? Megerősítést jelentett, én azt gondolom mindenképpen, és nem áll szent tőlem, hogy azt mondom, hogy ez Székesfehérváré részben legalábbis, hiszen mi nem csak a királyok városa vagyunk, ezt már elmondtam, hanem a sport, a gazdaság, a kultúra városa is, és ráadásul azt mondom, hogy olyan szintre emelkedett az elmúlt városvezetés mellett most már évtizedek óta, ami példa lehet a teljes Magyarország számára, a magyar városok számára. Tehát ez tulajdonképpen a székesfehérváriaké és mindazoké, akik dolgoznak ebben a városban. És igen, ez a Fehérvár Média Centrumé is. Ugye bárhogyan is nézzük, az én filmjeim, a könyv az egy kicsit más, de a filmjeim, a megszólalásaimhoz nagyon is szükség van a Fehérvár Média Centrum munkatársaira, mindazokra, akik segítik ezt, tehát ebben benne vagytok ti, a szerkesztő munkatársak, az operatőrök, a vágók, az adáskiadók, benne van Simon Erika, aki a fotóimat rendezi a könyvekbe, illetve fotókönyveket készít a filmjeimhez. Én azt mondom, hogy ez egy közös ügy, és megerősítést jelent mindenkinek. Annál is inkább, mert hogy most ezt az elismerést ilyen értelemben egyedüliként vehettem át, hogy egy vidéki televíziós műhely munkatársaként. Szép, hogy ezt mondod, mert hát nyilván mindenki mögött áll egy csapat, ez tény. De azért kellenek ehhez személyes tulajdonságok is, én azt gondolom. Tehát az, hogy te olyan elhivatott vagy, olyan szorgalmas vagy, én azt gondolom egy kicsit, hogy megszállott is, mint hogy mindannyian ebben a szakmában szerintem, akik szeretjük azt, amit csinálunk. Te hogyan látod magad kívülről? Mert ha gondolod, aztán én is elmondom, hogy. Nem gondolkodtam még ezen. Én azt mondom, hogy néha idegesítő vagyok minden bizonnyal, mégpedig azért, hogy a mélységeket kutatom. Tehát a felszín nem érdekel, mint ahogy ezerszer elmondtam, a bulvár sem érdekel. A felszín legkevésbé. Én a mélységeket keresem, és a magasságokat, ezt mindig elmondom, ez már egy közhely részemről, de ez valóban így van. Tehát nem nyugszom meg abban, hogy egy olyan kérdést feltezek, hogy mi a helyzet most, mert nyilván jön rá egy válasz, ami aztán beilleszthető adott esetben egy híradóanyagba, de az én munkásom ez nem fordulhat elő. Tehát először is fel kell készülni mindenképpen, mert hogy azért Székesfehérváron vannak elvárások, és nem csak kultúra területen, minden területen. Tehát oly sok történés van, amit nekünk hitelesen kell egyrészt ábrázolni, de ez az operatőr dolga, megvágni, az meg a vágó dolga, de az alapja mindenképpen az, hogy én tudjam, hogy hol vagyok, mit szeretnék csinálni, kitől mit szeretnék kérdezni, mert a legfontosabb nem az, hogy engem mi érdekel, hanem hogy mi érdekelheti a nézőket. Ez az alap. Mi úgy látunk téged kívülről, ha elmondhatom így a nézőknek,
hogy egy állandó örök mozgó, meg nem nyugvó lélek vagy, aki folyamatosan kutatja az újat, aki folyamatosan tenni akar, és tényleg azt látjuk, hogy mindenhol ott szeretnél lenni. Nyilván bizonyos témákat vagy területeket jobban kedvelsz, és azokhoz jobban ragaszkodsz. Talán, ahogy már egyszer beszéltük korábban, talán a híradó maga, ez a híradós olyan témák, amik ilyen mindennapi témák, talán annyira nem állnak hozzád közel, de például a kultúra az nagyon is, meg ugye az agrár témák, meg hát ugye korábban ugye a sport is, de hát az a mai napig is az érdeklődési körödbe tartozik. Tehát, hogy mi mindig azt látjuk, hogy te ezekben a témákban mindig ott akarsz lenni, mindig akarsz valamit mondani, mutatni, írni, filmben megmutatni, és hát ahogy mi látjuk, te soha nem állsz le. Tehát, hogy folyamatosan csinálod, nem érdekes, hogy egy nap hány forgatásod van, mindig jönnek új filmek, új könyvek, nem tudjuk egyszerűen elképzelni, hogy mindezt mikor csinálod. Egyszer megkérdeztem korábban azt is tőled, hogy mikor pihensz, és azt mondtad, mert hogy ugye tudom, hogy éjszakákon át dolgozol, ha kell, akkor újságcikkeket, akkor írod a könyveidet, akkor írod, mikor máskor, ha egész nap ugye forgatsz, és mégis azt mondtad, hogy hát akkor is pihensz, amikor beszélgetünk. Így igaz, így igaz. Beosztom az időmet mindenképpen, és ez tulajdonképpen a korral jár. Tehát a rutint meg kell szerezni ahhoz, hogy a elképzelt álmaidat megvalósítsd. Én sem teszem másként, nagyon feszített a ritmus, de néha azért igenis pihenek, tehát azért jövünk, megyünk. Sőt, azt mondom, hogy egy-egy filmforgatás a számomra pihenés. Az előkészítése ugyanis sokkal komolyabb erőfeszítést igényel, mint sem megcsinálni. A vágás az már más értelemszerűen, de amikor ott vagyok a helyszínen, és ez vonatkozik a könyvre is, sokkal nehezebb előkészíteni egy olyan beszélgetést, ahol most adott esetben teljesen mindegy, hogy fehérvári beszélgetésről van szó, vagy a sportkönyvet írom, sokkal nehezebb előkészíteni, hogy az hiteles legyen, hogy az az ember, aki velem szemben ül, az utána, ha nem is csettintsen, de elégedetten álljon fel a székből. Tehát ez nekem a teljesség. És mivel jócskán elmúltam 60, a rutin is nagyon sokat segít ebben. Viszont arra mindig ügyelek, figyelek rá, hogy a kérdéseim ne legyenek rutinszerűek. Viszont vannak, ha már a rutinszerűségről beszélsz, vannak általunk már ilyen vakleri alapvetéseknek nevezett mondataid, amik nekünk már annyira a szívünkbe megy. Tehát, hogy ugye a nézők kedvéért mondom el, hogy a Lalinak azért vannak olyan szövegei, amik teljesen ilyen e világtól kívülállóak, vagy hogy mondjam, amikor megszáll akár csak egy híranyag kapcsán az ihlet, akkor is vannak olyan mondataid, amiket csak így nézünk, hogy honnan jön ez, mert hogy nem, tényleg nem szabvány. És viszont vissza-vissza térnek néha, mert hogy ezek a te alapvetéseid. Hát mint a mélységek és magasságok, akkor képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, teremtsd meg, amit kívántál. Ugye ez a jelmondatom. Vagy gyakran idézem Prohászka püspök atyát, aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Ez persze egy kicsit túlzás, ha egy televíziós szerkesztő mondja a saját munkájáról, de a tény attól tény marad, hogy próbálok így állni a hétköznapokon is. És azért hozzáteszem, hogy 25 év múltán is tulajdonképpen nekem minden forgatás ünnep, és ez nem túlzás. Mert hogy megismertethetem azokkal a székesfehérváriakkal, hiszen azért mondhatom, hogy ennyi idő után a város ismer engem, megismerthetem, hogy én mit gondolok arról, mert azért az beleszövöm általában, és ezek falsós történetek. A 2 perces híradó és a 25 perces beszélgetés, vagy akár a film, az mind-mind fontos a saját kategóriájában. Uh-huh. Tehát nem fogok megváltozni most már nyilván. Márpedig egyébként az, hogy újságíró lettél, most csak maradjunk ennél, hogy újságíró, hogy ne sok titulussal beszélgessünk egyszerre, de mindenki tudja, hogy miről beszélünk, az azért nem mindig volt így. Kezdjük egy kicsit talán, akkor a gyerekkoroddal kanyarodjunk vissza, hogy indult a te életed, Sárszentmihályon nőttél fel? Sárszentmihályon nőttem fel, így van. A Népköztársaság kiváló tanulója voltam, tehát színötös.
ami azt jelentette, ja, és remek futballista. Ezt azért mondom, mert Petsz Pataki László volt az én felfedezőm, aki 1964-ben az Újpesttel bajnokságot nyert, majd bejutottak akkor a bajnokcsapatok Európa kupájában 4 közé, és játszott Petsz Pataki László, akkor Patakinak hívták, később tette hozzá az eredeti nevét, a Petszet, mert ugye az rossz ízű volt az ő idejében. Ő fedezte fel, illetve Demián Sándornak köszönhetem tulajdonképpen rövid labdarúgó pályafutásomat, mert hogy az anyukámnak ő volt akkor a Górzium Áfész megalapítója, az a Sárétvidéki Áfészból volt, és mivel a Petsz Pataki mondta, hogy én tehetséges vagyok, ezért anyukámnak adott minden hónapban 500 forintot pluszban, hogy ezt arra költse, hogy én tovább tudjak fejlődni. És így lettem egyébként, tehát kiváló tanulóból, mert kiváló úttörő voltam, meg stb. Csapattanács elnöke, az országos úttörő tanács tagja, bejártam azokat az országokat, tehát Szovjetunióban, Jugoszláviában voltam, úttörő táborokban, és így lettem telek is, angol-orosz tagozaton értelemszerűen. Akkor miért értelemszerűen? Hát mert csak kitűnő tanulók mehettek akkor. Akkor indult az angol-orosz tagozat a telekiben, 1974-ről beszélek. És az angol-orosz az honnan jött? Hát mindenki nézegette, és akkor úgy döntöttek a szüleim. Hát nekem ilyen értelemben nem volt ebbe beleszólásom. A lényeg, hogy felvettek, és ott voltam másfél évig. Égi Tomi például osztálytársam volt, Östör Marcsi nővére, nagyon sok mindenki. Ez egy elit osztály volt. Tehát a ketten voltunk vidékiek az egész osztályból, vagy hárman, nem emlékszem már pontosan. De közben én ugye folytattam a labdarúgó pályafutásomat, 75-ben az év serdő labdarúgója lettem, és nehezményezték Sóston a Vidinél, hogy volt olyan összetartás, edzés, meg ifi válogatott is voltam, hogy nem tudok ott lenni, mert kézgyűlésre kellett menni kötelező módon. Ráadásul mondom, de 8 angol, meg 6 orosz óránk volt egy héten, mert akkor még szombaton is volt tanítás. Tehát nem tudtam szombaton ott lenni a délelőtti edzésen, és ezért azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy legyek Vasvár és a testnevelés tagozaton. Így mentem át a második év folyamban a Vasváriba, ahol Lisz Peti volt az osztálytársam, Sasvári Csilla, ami kolléganőnk, mint a evezős csapat fantasztikuma, és sok-sok mindenki. Ugye Ódor Lajos a 80-as olimpián ott volt, mint evezésben. És így aztán Vasváriban végeztem, és utána jött Szeged. Azt ritkán mesélem el, mert tulajdonképpen ugye a jogra felvételiztem, felvettek, és a Szeolban játszottam az NB1-es csapatban. Aztán jött az első műtétem. Tehát tulajdonképpen 7, most is még lábadozom, 7 sportműtétem volt. Porc, szalag és így tovább. Tehát az nyilván elment az évem, és aztán a végén bölcsészkar, de az már egy másik dolog. És az a lényeg, hogy megházasodtam, gyermekem született, és mint akkoriban általában szokás, akkor kellett hol laknom. Így lettem Dégen, mert ott kaptam lakást a nevelőotthonban. Aztán dolgoztam a Kríziskezelőközpont alapító tagja voltam, illetve Gárdonyban a Családsegítőközpont egyik vezetőjeként. Na de akkor ne ugorjunk ennyit előre. Ezek honnan jöttek? Honnan jött az irány, hogy neked ilyen szociális területen kell elhelyezkedni? Nagyon érdekelt. Tehát például a 89-es rendszerváltás az megrázó volt élményként. Tehát én azt gondolom, mindig figyeltem a környezetemre, és azt láttam, hogy nagyon sokan elveszítik a munkájukat. Nagyon-nagyon sokan elveszítették. És általában ennek a hátulütője a válás, és mivel a családjogi rendszer akkor is olyan volt helye közel, mint ma, de bizonyosan a férfiakat sújtotta, tetszik, nem tetszik, hiszen a lakás és a gyermek ott maradt a feleségnél, és ez így van rendjén. A férfinek pedig vagy albérletbe, vagy munkásszállóra kellett költöznie. Tehát valahova. Nagyon sokan voltak. Ráadásul ugye 89-ben átalakult a munkaügyi rendszer is, nagyon sok cég megszűnt. És így jöttek a hajléktalanok. És mi voltunk ugye Székesfehérváron a harmadik olyan
kríziskezelő központ Budapest és Szekszárd után, akik ezzel foglalkoztak, mert Székesfehérvár tetszik, nem tetszik, abban az időszakban még, bár az már a balsai korszak volt, de még nyögte azt a 70-es évek közepi látványos leépülést, aminek következtében ugye arról volt szó, hogy Dunaújváros lesz például a megyeszékhely. És így. Aztán tulajdonképpen a krízisközpontnak köszönhetem az írásaimat is, mert akkor ugye Lévai Katalin lett a esélyegyenlőségi miniszter, és ő hozta létre az Esély című havilapot. És egy konferencián volt egy felszólalásom, és kérte, hogy ezt írjam le. És olyan értelemben jól sikerült, hogy utána állandó munkatársa lettem az Esély folyóiratnak. Pluszban ugye elkezdtem írni ilyen kisregényeket, Júlia, meg Romána, akkor még mentek, sőt az egyik évben az év története lett, nem igazán egy Farmer Arizonában címmel, azért azt hozzáteszem. És akkor telt múlt az idő egyébként, és akkor jött a lehetőség, tulajdonképpen Schäringer Kacsnak és a Sipinek, Sipos Józsefnek köszönhetem, hogy meginvitált ide, és ennek ugye 25 éve. És mellette még azért a Magyar Nemzetben is. És a Magyar Nemzetben írtam, így van. Illetve a 2000-es években, amikor volt már nem tudom, hogy hívták, az évezred lapja, vagy mit, valami ilyesmi volt. Tehát 2000-ben jelent meg, az csak egy évig. Ott folyamatosan persze. Dolgoztam. Milyen volt itt a kezdetekben a Fehérvár TV-ben? Hát sok mindent csináltam. Aztán jött a sport. Egy váratlan Mátai Balázs távozása után én lettem a sportszerkesztő. Akkor teljesen más volt a sport, mert ugye egyrészt voltunk 8-an. Másrészt nem voltak még sporttévék, tehát most nem sorolom fel, hogy mi minden hiányzott, ezért tulajdonképpen mindent mi csináltunk. Tehát akkor is olyan volt a sportélet Fehérváron, mint most. Akkor még itt volt a két Somos, Ferenc Balázs, aki most a Hírlap sportszerkesztőséget vezeti, Májer Otti, plusz még ketten, heten voltunk. Aztán Dezső Pista halála hozott változást, mert én közben már a sport mellett, hiszen ott olyan fantasztikus munkatársaim voltak, hogy tulajdonképpen nem kell csinálnom semmit. Mert akkor ugye még nem volt újság, tehát műsorokat vezettem, meg összeállítottuk a programot, ennyi. És Dezső Pista már felkért, hogy csináljak fehérvári beszélgetéseket, akkor még Beszéljünk róla volt a címe. És így is történt, aztán elment Pista, Isten nyugosztalja. Akkor még jött Török Peti, és akkor ketten csináltuk a beszélgetéseket Zömmel, de akkor már elkezdtem a filmeket csinálni. Az első az Engem kutya tanított megjárni volt, Preszter Elemérrel, és utána jött a többi, mert hogy belekóstoltam, tehát a Sipivel mentünk délvidék, felvidék, tehát már Erdélybe is jártam, tehát készült egy csomó film. Ráadásul, akik megnézték ezeket a filmeket, elkezdtek bízni bennem. Ez azt jelentette, hogy például egy emberrel találkoztam, aki megnézte valamelyik filmet, már nem emlékszem melyiket, és közölte, hogy neki VHS kazettán megvan 1934-től a 38. augusztus 20-ai ünnepség sorozat Székesfehérváron. Mindent rögzített, hogy honnét jutott hozzá, nem tudom. Kaptam, odaadta nekem, és ebből készült például egy film, a 38. augusztus 18-a, tehát ezer éves évforduló, ugye 938 a Szent István ünnepek. És ez így ment sorban, egymásra épültek a történetek. De ez még mind ugye a belvárosban volt akkor a tévé, aztán jött a Beszéljünk róla nagyon sok, és utána jött az újság. Az meg adta magát, hiszen az első időszakban, amikor megalapult a Fehérvár heti lap, akkor 32 oldalas volt, nyilván mindenkinek volt bőségesen helye arra, hogy azokat a gondolatait leírja, közölje. Ez ugye, csak hogy a nézők is értsék, ez 2009. Ez 2009 már. Akkor ugye Fehérvár médiacentrummá alakult a tévénk, és ugye azóta van rádiónk és heti lapunk.
most ez a főbb része, amitről beszélünk, ugye az újság. Abból is nagyon sok részt kiveszel egyébként a mai napig. Az újságban már kevésbé. Hozzám az élet, hogy egy-egy kolumna. Tehát portrék egy-egy történésről azért most már, hogy csak a fele, 16 oldal, tehát az egynegyed, illetve a féloldalas cikkekben nem igazán érzem jól magam, de természetesen ugyanúgy írom, hiszen a kulturális történések a fontosak nekem ma is. Uh-huh. Úgyhogy ennyi. Mióta átköltöztünk, meg lubickolok itt a Szent Vendel utcában. Ugye jött a kultúra is az életedbe, meg az agrárműsor. Ezek úgy hirtelen így valahogy így beleépültél, és már szerves igen. tagja, vagy része lettél, hát, és aztán az egésze. Igen, mert hogy ugye Stettler Zsuzsival csináltuk a Paletta kulturális magazint, Zsuzsi távozott a Városházára, és akkor ilyen értelme egyedül maradtam, aki átfogó ismertekkel rendelkezik a fehérvári kultúráról, hiszen nagyon széles a paletta, azt ne feledjük. Tehát, és akkor ezt csinálom. Az agrár pedig úgy jött, ez váratlan volt, tehát ez megint egy olyan közhely, amit mindenki ismer már, hogy a paraszt a mezőföldön ne legyen szitok szó. Ezt egyébként országos hírt kapott, mert ezt valamelyik miniszternek mondtam egyszer egy beszélgetésen, és utána a Magyar Mezőgazdaság is hozta főcím alatt alcímként, és ezt valóban komolyan gondolom, mert azért mi azért el vagyunk városi létünkben, meg gondolom így van Dunaújváros, stb., de azért a mezőföld szívében élünk, fantasztikus lehetőségekkel, 30 aranykoronás földeken, csodálatos emberek folytatják azt, amit a nagyapáik, dédapáik elkezdtek. És az nekem egy szörnyűség volt, hogy erről soha nem esik szó tulajdonképpen. És innét jött az Agrárinfo, és azt mondom, hogy szerencsés vagyok, mert tulajdonképpen a fél ország, tehát a fél ország vezetői ide járnak hozzánk, és ma már elmondhatjuk, hogy 14 faluban ülnek össze pénteken délután, hol a művelődési házban, hol valamelyik étteremben, ne adj Isten, kocsmában, és ott nézik, és megvitatják. Azért van pénteken délután, meg azért van este még egy ismétlés, és azt mondom, hogy ez tulajdonképpen nekem beteljesítette mindazt falusi gyerekként, amit én megálmodtam, hogy igenis legyen méltósága a földművelésnek. Uh-huh. Na és hát mindeközben, a sok munka közben pedig folyamatosan ugye olyan termelékeny vagy, hogy számos könyved jelent meg az elmúlt időszakban, ahogy ugye a felvezetőmben is mondtam, sokszor ezért ülünk itt, hogy arról beszélgessünk, hogy megjelent a fehérvári beszélgetések egy, de aztán már arról is beszélgettünk, hogy megjelent az öt, de beszélgettünk arról is, hogy például a Ocskai 70 könyved is megjelent tavaly, ugye sportkönyved is megjelent, szóval rengeteg mindent csinálsz, és hát folyamatosan valakinek a nyomába eredsz. Így igaz, a Vili bácsit kihagytuk, mert a Vili bácsira vagyok igazán büszke. Én azt mondom, hogy tehát ha azt nézzük, hogy ki mindenki jár ide, és ki mindenkivel van lehetőségem beszélgetni, akkor én azt nagy hibát követtem volna el, ha nem ragaszkodom, hogy ezt megírjam könyvben. Tudom, hogy ez már nem divat, a podcast szárnyal, ha úgy tetszik, de én azt jobban szeretem, ha ez megfogható. És nagyon sok híres ember volt a vendégem, sztárparádé is van benne, de most már hétköznapiak is. A sport ugyanez, hiszen Székesfehérvár sportváros. A Csicsó adta magát, a 70 éves, aki megteremtette annak a lehetőségét, hogy most már itt van nekünk a csodálatos új csarnok, mert a kicsibe, a régibe, a Raktár utcában nem férnek be a jégkorongrajongók. Tehát nyilván adta, viszont a Vili bácsi egy különleges történet, hiszen nem csak azért, mert ő a díszpolgár, nem csak azért, mert egy fantasztikus személyiség, aki több mint 90 esztendős koráig a Székesfehérvár egyik elismert embere volt, és az is marad, amíg világ a világ. Igen. Tehát ezek fontosak, és ezt folytatom értelemszerűen. A filmekről meg annyit, hogy a sok-sok film után most már elkezdtem, hogy tematikusan dolgozunk. Mivel Erikával nagyon sokat jártunk Rómába, mert kedveljük Rómát, ott jött az első, hogy Szent István emlékek, mert valljuk meg, tehát legalábbis ezt én magam így tapasztaltam, hogy mindenki a spanyol lépcső, a
Szent Péter Bazilika, és így tovább nem sorolom. Mi viszont elkezdtük bejárni azokat a helyeket, ahol magyar emlékek vannak, tehát Santo Stefano Rotondo, Római Magyar Akadémia, és így tovább. Abból készült az első film, a Szent István emlékek Rómában. Mivel a csíki versünnepen zsűrizem, meg ott vagyok a csíki verstáborban is, gyakran átutaztunk is, ott azért kirándulunk is Erdélyben, illetve Székelyföldön. Ott pedig felfedeztem magamnak, és tulajdonképpen a nézőknek a Szent László kultuszt, így lett a Szent László nyomában Erdélyben. És mivel ezt folytatni szerettem volna, amit egyébként országos szinten is elismernek, abban az értelemben, hogy most például az új filmház a Királyaink útján Horvátországban, ami Dubrovnik, Split, Rogir, Klissa, Zadar, Biograd, Novigrad vonalat takarja, már a külügyminisztérium támogatásával valósulhatott meg. És ezt bízom benne, hogy folytatni tudom, lehetőségeim lesznek rá, bár Kárpátalja ugye az ukrán-orosz háború miatt most nehézségekkel küzd, de azért ott van nekünk Pozsony, ott van Kassa, és így tovább. No, hát akkor eljutottunk odáig, hogy hogyan tovább, igen. Mert hogy rengeteg terved van, ugye a műsor elején mondtad, hogy közel a nyugdíjhoz, de én azt gondolom, hogy nem fogsz te sehova menni, és sokáig itt leszel közöttünk, adja a Jóisten. Milyen terveid vannak még? Hát most, hogy közel egy hónapja volt a térműtétem, a térprotézis műtét, így most bele tudtam ásni magam a sportkönyv 2-be. Ez meglepetéseket tartogat, mert a fejemre olvasták az elsőnél, hogy kevés a hölgy benne. Most kérem szépen elmondhatom, hogy a kézilabda legendák sora szerepel ebben, a Páncél Anikó, Siti Bea, Siti Eszter, Triscsuk Krisztina, Virincsük, Kenyeres Fanni, Tiringer Tamara, és így tovább, nagyon sok hölgy más sportágakból is. És visszatekintek egy kicsit, bár mindig azt mondják, hogy én a múltban révedezem, ez is gyakorta előfordul, hogy a Vivi nagyszerűségei, Kovács Józsi, Nagy 2, Nagy 3, de benne lesz természetesen Juhász Roli, Karsai, Nikó, tehát ilyen csapat. Tehát ezt írom, a Fehérvári 6-ra készülök, illetve foglalkozom egy kicsit azzal, hogy részleteiben be kéne mutatni ismét Kallós Zoltán emlékét, hiszen most van évfordulója. Ezen felül pedig Arak 100 éves az idén, az Albarégi Atlétikai Klub, és itt Karcsitól, az elnöktől kaptam egy felkérést. Könyv nem lesz belőle, de viszont egy hosszú előadást fogok tartani a Városháza dísztermében, valamikor májusban, az Arak 100 éves múltjáról. Tehát erre is készülök. És abban a pillanatban, amikor visszatérek, akkor nyilván várnak rám a napi kulturális műsorok, kulturális történések és az agrár. Meg a fehérvári beszélgetések hát sora. Igen. Hát ezt hallgatni is sok volt, és hát én azt kívánom neked, hogy sok-sok energiád legyen itt a közeljövőben és a távolabbi jövőben is ahhoz, hogy az álmaidat ugyanígy meg tud valósítani. Nem volt most időnk felsorolni azt a sok elismerést, amit egyébként a műsorunk elején említett kitüntetéssel együtt már bezsebelhettél, és magadénak tudtad, de azt gondolom, hogy ezek nélkül is egy nagyszerű jelenség vagy itt a városban, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok továbbiakban is, és biztos vagyok benne, hogy fogunk még itt ebben a felállásban ülni, és lesz még miről beszélgessünk. Ha megtarthatom a mosolyodat, akkor az már rendben van részemről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégünk Vakler Lajos volt. Szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.